Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió szerdai híradóját látják. Nézzük fontosabb híreinket. Fejlesztés. 5,5 kilométer hosszú kerékpárút épül a Lőverekben. Nem gyerekcsíny, súlyos baleset és komoly büntetés lehet a következménye, ha valaki tárgyakat helyez a sírre. És 15 premier, a komédia lesz a középpontban a Soproni Petőfi Színház következő évadában. Javában zajlik a kerékpárút építése a Lőverekben, amely 5,5 kilométer hosszú lesz. A több mint 300 millió forintos beruházás a Modern Városok program kiemelt elemeként valósul meg kormányzati támogatásból. Már dolgoznak a szakemberek a Lőverekben épülő kerékpárút hálózaton. A két irányú kerékpárút hossza több mint 3000, míg a nyitott kerékpársáv közel 2500 méter lesz. A beruházásról kedden tartott sajtótájékoztatót dr. Fodor Tamás polgármester, dr. Simon István alpolgármester, Mágel Ágost és Farkas Ciprián önkormányzati képviselők és Barca Attila az Ifjúsági, Turisztikai és Sportbizottság elnöke. Az Ifjúsági, Turisztikai és Sportbizottság elnökeként büszkén mondhatom, hogy megint egy olyan beruházást tudunk bejelenteni, ami mind az ifjúság, mind a turisztika és mind a sport számára nagyon fontos, és egy élhető Lővereket tud teremteni. Egy 5,5 kilométer hosszú kerékpáros fejlesztésről van szó, melynek a fő összege 300 millió forint, amelyet a magyar kormány támogatásából kapott a város a Modern Városok program részeként. Én nagyon fontosnak tartom ezt a kerékpárutat, hiszen egyrészt a Lőverek egy klimatikus gyógyhely, és nagyon fontos az, hogy itt megfelelően biztonságos sávban lehessen kerékpározni, illetve a város kerékpárút hálózata dinamikusan fejlődik, és ezzel az 5,5 kilométeres szakasszal mindenképpen egy összeköttetést tudunk nyújtani a belváros és a Lőverek között. Az 5,5 kilométeres szakasz az Ady Endre utca Deák úti út kereszteződésétől, a Lővér körúton keresztül a Mikovény és Bajcsi Zsilinszky utcákon vezet vissza majd a Béke útra. Szintén létrejön a kapcsolat a Lővér körút és a Kőszegi út között. Mindemellett megújul a Lővér körút Egeredi út csomópont is, ahol a közvilágítás és az útburkolat is felújításra kerül. Ez most hosszú idő után megvalósul. A beruházás csak nem 300 millió forintból valósul meg, amely a Modern Városok program kiemelt elemeként kormányzati támogatásból jön létre. A város vezetése felhívja a gépjárművezetők figyelmét, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek a munkaterület mellett. Csak a szerencsének és a mozdonyvezető lélek jelenlétének köszönhetően nem történt tragédia múlt héten pénteken. Ismeretlen tettes egy csatorna fedelet helyezett a vasúti sínre Sopronban, az Ebenfurt felé vezető vonalon. Nem ez volt az egyetlen ilyen eset az utóbbi években, ezért a Gyesebb ZRT felhívja a figyelmet arra, hogy az efféle meggondolatlan tett súlyos balesetet okozhat, és büntetőjogi következményei lehetnek. Azt kell mondjam, hogy előfordul, igen, tehát hogy különböző tárgyakat szoktak helyezni a vasúti sínpályára. A szakemberek tapasztalatai szerint legtöbbször apróbb, ritkábban nagyobb köveket tesznek ki a sínekre. Ez utóbbiak már veszélyesek lehetnek. Azonban az elkövetők sajnos néha ennél is tovább mennek. Ez történt március 23-án Sopronban, amikor az Ebenfurt felé vezető sínekre tettek egy súlyos csatornafedelet. Az első vizsgálatok alapján feltételezhető, hogy mintegy 100 méterre az eset helyszínéről vitték oda ezt az aknafedelet a vasúti sínekre, és helyezték rá aztán a sínpályára, és ennek köszönhetően történt meg ez a kisebb ütközés. Tehát gyakorlatilag mindenképpen egyértelműsíthető, hogy ez szándékos rongálás, szándékos veszélyeztetés kategória. A vizsgálatok alapján csupán a szerencsének köszönhető, hogy nem lett nagyobb baleset. Az Ebenfurt felől érkező motorvonat vezetője viszonylag kis sebességgel haladt, így azonnal észlelte, hogy nekiütközött egy súlyos fémtárnak, és időben meg tudott állni, emiatt a szerelvény nem siklott ki. Ha kisiklik ez a motorvonat, akkor abban az esetben már nagyon komoly anyagi kárról beszélhetünk volna, illetve a vonaton ülők, az utasok testi épsége már veszélybe került volna. 2013-as év végén történt egy hasonló eset, akkor egy ilyen kis kenőberendezésnek a tartályát helyezték rá a sínekre. Az nagyobb komoly problémát okozott, hiszen egy kisebb dízel motorvonat ütközött ennek neki, elkezdte tolni maga előtt, majd gyakorlatilag az első forgóvázával ez kisiklott. Ott sem történt személyi sérülés, de gyakorlatilag történhetett volna, hiszen ott már egy siklásról beszélhetünk.
A vasúttársaság ezen balesetek tükrében is szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy ezek nem gyerekcsíny kategóriába tartozó esetek, hanem bűncselekmények, amelyeknek nagyon súlyos büntetőjogi következményei is lehetnek. Baltazár Espinosa utolsó üdülése és üdvözülése címmel izgalmas utcaszínházi előadást mutat be a Mesebolt Bábszínház nagycsütörtökön, a Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központban. A zenés bábos előadás az argentin Borzs novellája alapján készült, a Márk Evangéliuma című művet tovább gondolva alkották meg az orvostanhallgató Baltazár történetét, aki akarata ellenére az isteni áhítat prófétája lesz. A Mesebolt Bábszínház elsősorban felnőtteknek szánja ezt a produkciót, amely nem a klasszikus, templomban énekelt vagy játszott passiójáték. Egy irodalmi mű adaptációja, és abból készült egy bábokat is mozgató, de leginkább 8 élő szereplő mozgatásával megvalósuló igazi színházi csoda. Ez egy nagy heti történet, igazából a nagy hétre való történet, hiszen egy olyan evangéliumi jelenetet idéz meg, amit egyébként egy novella adaptációjaként dolgoztak fel. A Mesebolt Bábszínháznak a produkciója ez, de már most mondom, hogy igazából nem egy gyermekprodukció, hiszen ezt a Mesebolt Bábszínház kifejezetten felnőtt nézőknek készítette ezt az előadást, mondom 2013-ban. Én magam már láttam 5-6-szor ezt az előadást különböző színtereken, és bevallom az őszintét, mind az 5-6-szor nagyon megrendített. És nagy örömünkre szolgált, hogy több hónapnyi szervezés után sikerült Sopronba hozni ezt a produkciót. Idén is sok színes program várja a családokat húsvétkor. A Fertőrákosi kőfejtőben kirakodóvásár, kézműveskedés, gyermekprogramok és sok más érdekesség is lesz. A gyerekek a Soproni Egyetem botanikus kertjében, a Károly kilátónál, sőt a fertődi Eszterházi kastély kamara kertjében is elrejtett tojásokat keresgélhetnek majd. Húsvéti barlang tárogató a Fertőrákosi kőfejtő témaparkjában. A Prokultúra Sopron idén is megrendezi az eseményt, amely idén is sokszínes programmal várja az érdeklődőket. Kézműveskedés, kirakodóvásár és gyermekelőadások is lesznek a kőfejtő témaparkjának nyitányán. Már nagy pénteken a Fertőrákosi témaparkba, a Barlang Színház mellé, ez a nyitónap, és a húsvéti hétvégén húsvéti barlangtárogató műsorral várjuk a kedves résztvevőket, főleg családokat első nap a szélkakas játékmasináival egy időben a Kuttyonfigy Bábszínház előadását láthatjuk. Ezen kívül kézművesek, langallót, gofrit lehet kóstolni, nagyon finom füstölt finomságokat, arcfestés lesz, tojásfestés, kézimunkás, levendulák, szörpök, tehát anyukát, apukát is várjuk ehhez az előadáshoz. Másnap viszont, húsvét vasárnap, tojáskereső játékra várjuk a fiatalokat, szintén a kicsiktől nagymamákig, hiszen el kell a segítség, 5 állomáson, a Nyuszi Hop játékon, ügyesség és bátorság próbáján csillogtathatják meg a gyerekek a tudásokat. Itt a fák alatt rejtette el a nyuszi a kincseket. Ez már a Kőhalmi Vadászati Múzeum húsvéti rendezvénye. A Tanulmányi Erdőgazdaság idén is megrendezi a húsvéti tojáskeresését a Károly kilátónál. A tavalyi évhez hasonlóan idén is sokat alkothatnak majd a gyerekek, és nem maradhat el a tojáskeresés sem, amelynek a soproni parkerdő ad majd otthont. Az Oktatásra a Természet jegyében programsorozatunk következő programja lesz ez a húsvéti készülődés. A tavalyihoz picit hasonló lesz, hiszen tavaly is nagyon jól sikerült ez, én úgy gondolom. Természetesen most is kézműves foglalkozással kezdünk, hiszen nagyon sokféle húsvéti dekorációt lehet majd készíteni, és természetesen ezeket úgy igyekeztünk összeválogatni, hogy a legkisebbek is tudjanak készíteni, illetve a nagyobbak számára se legyen ez unalmas. És hát ezt követően, vagy ez alatt pedig reményeink szerint majd a húsvéti nyusz is megérkezik az erdőbe, úgyhogy ezt követően pedig egy közös kincskeresés lesz. És hát ezzel zárjuk gyakorlatilag a programot. Annyit még azért elmondanék, hogy itt már természetesen lehetőség lesz az újonnan átadott meseösvény kipróbálására is a gyerekeknek.
épületben, és ide kell mennünk először. Szintén húsvéti tojáskeresést szervez a Soproni VSL természetjáró szakosztálya. A szervezet a Soproni Egyetem botanikus kertjében rendez be egy 1800 méteres 20 ellenőrző ponttal ellátott pályát. Itt zsírkétával kell majd a részvevőknek a térkép hátuljára jelet tenni. Az első 300 beérkező gyermek csoki tojást kap majd a szervezőktől. A komédia lesz a középpontban a Soproni Petőfi Színház következő évadában, hangzott el a Színház Világnapja alkalmából rendezett keddi sajtótájékoztatón. A 2018-19-es szezonban összesen 15 premiért tartanak majd. Minden korosztályhoz szól a műsorkínálat, a műfaji és stílusbeli sokszínűség jegyében rendezik az előadásokat. Részlet a My Fair Lady, a színház elmúlt évadjának egyik legsikeresebb darabjából. Az intézmény továbbra is szeretné változatos programkínálattal minél több emberrel megszeretetni a színházat. Az elkövetkezendő évadot a komédiának szentelik. Tulajdonképpen valamilyen szinten minden előadás különleges lesz a komédia évadában. Nyilván a komédia évada elnevezés talán vonzó, ez nem baj, tehát nem véletlenül kerestük meg ezt a műfajt, viszont feltett szándékunk, hogy nem a könnyebb elmozdulás elve alapján akarjuk a nézőket pusztán becsábítani a színházba, még nagyobb számban, mint ahogy eddig jártak, hanem célunk az, hogy olyan előadásokat is műsorra tűzünk, amelyek feltárják ennek a műfajnak a mélységeit. A színház 2018-19-es évadában több színvonalas koprodukciót is felvisz a világot jelentő deszkákra. Ilyen lesz például a Swing meg a Tango, amelyben Buenos Aires-i és Saint-Pölteni együttesek is közreműködnek. Emellett az intézmény a kaposvári Csíki Gergely Színházzal is szorosabbra fűzte a kapcsolatát. Az együttműködést nem egy évre, nem egy évadra tervezzük. A következő évadban Szente Vajk rendezésében az Első Randi című musicalt fogjuk közösen színpadra állítani. És nagyon fontosnak tartom az együttműködést, és bízom benne, hogy a színházi szakmában egyre többen választják majd ezt az utat. Egyfelől a társulatok számára egy nagyon izgalmas és érdekes helyzet, hogy a különböző társulatból érkező színész kollégákkal tudnak együtt dolgozni. Ez a vidéki színházak esetében felpezsdülést és egy mélyebb szakmai munkát tud eredményezni. Másfelől pedig az anyagi költségek összetétele szempontjából mind a két színház kedvezőbben tudja finanszírozni a bemutatót. Az Első Randi című darabban Feke Pál is főszerepet vállal, a színész jelenleg is nagy produkcióra készül. A Blues Brothers produkciót 3 hete próbáljuk már itt Sopronban, tulajdonképpen minden nap, nagyon készülünk a bemutatóra, ez egy kétrészes show, amelyben a Blues Brothers legendás filmből ismert slágerek szólalnak meg, a szakma legjobb zenészeivel, a Sopron Balett művészeivel, illetve egy szerepet játszik benne Tóth Vera és Jónás Andi, úgyhogy remélem, hogy egy nagyon izgalmas előadást látnak majd a nézők. A Soproni Petőfi Színházban a komédia évada október elejétől Egy év Velencében című nagy operettel kezdődik. A 2018-19-es szezonban összesen 15 premiért tartanak majd. Látványos, fordulatos meccset játszott egymás ellen az SKC Sportiskola és a Smafc. A városi rangadón sokáig fej-fej mellett haladtak a csapatok, csak a végjátékban dőlt el a meccs. SKC Sportiskola Smafc 77-67. A két soproni csapat küzdelmes mérkőzést játszott egymással. Az SKC Sportiskola úgy lépett pályára, hogy szeretnének visszavágni a Smafcnak az ősszel a krasznai csarnokban elszenvedett vereségért. Az első negyedet a fehérben játszó Sportiskola kezdte jobban, sorra szerezték a kosarakat. Az egyetemi gárda csak a negyed második felére talált magára, és egy 15-2-es rohammal fordítottak is. A második etap elején váltva estek a kosarak, Váradi Kornél tanítványai hiába szerezték vissza a vezetést, ahogy az első, úgy a második negyed vége is a Smafcnak sikerült jobban. A fél időben 33-39 volt az állás. A szünet után lendületben maradtak az egyetemiek, és tovább növelték előnyüket. A szakasz közepén visszakapaszkodtak Buzsákiék, így 5 pontos hátrányból kezdték a záró etapot. Nagy rohanás vette kezdetét az utolsó 10 percben, ahol egy darabig még fej-fej mellett haladtak a felek. A végjátékot a Sportiskola bírta jobban, így megszerezték a győzelmet. SKC Sportiskola Smafc 77-67. Úgy gondolom, hogy egy színvonalas mérkőzést láthattunk, végignyit sakos volt a találkozó, valóban az elejét kivéve a Smafc uralta a mérkőzést. Elég nehéz menetben vagyunk,
Lehet, hogy ez az oka annak, hogy sokszor vannak ezek a lefagyásaink, több mint 10 meccset játszottunk ebbe a hónapba ugye együtt a zúszas mérkőzésekkel is. Rátvai Tamás a Smarc mestere szerint hősiesen helytáltak a játékosai a jóval rutinosabb városi rivális ellen. Eredménytől függetlenül teljesen meg vagyok elégedve a csapattal. Nekünk körülbelül ez a játéktudás, amit most mutattunk, és azért nekünk hiányzott egy Rátvai Balázs. Azért, aki most már a mi csapatunk egyik legmeghatározóbb embere, aki nem állt a rendelkezésünkre, hiszen a válogatottban van az edzőtáborban. Teljesen reális eredmény született, úgyhogy gratulálkozás Kacinak. A két gárda legközelebb pénteken lép pályára. A sportiskola a Beszterce kosárlabda klub otthonában, míg a Smarc a Krasznai csarnokban fogadja a BKG Prima esét. Most megmutatjuk, milyen időjárás várható, majd Szerda este című műsorunk következik. Kedves nézőink, Önök a Sopron Televízió szerdai híradóját látták. Műsorainkat megtalálják a sopronmedia.hu oldalon. Én valamennyi munkatársam nevében köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Törtökön borongós, esős idő lesz a jellemző, a nyugati szél élénk lesz. A hőmérséklet 9 és 13 fok között alakul majd. Az időjárás előrejelzést támogatta a Gyesebb ZRT.